Jövő hétfőn startol a Magyar Sláger TV saját gyártású reality show-ja, Drága családom az Emilio Familia címmel. A sorozatban a nézők estéről estére végigkövethetik Emilióék magánéletének legapróbb részleteit. Családi sztorik, hatalmas viták, közös főzések és igazi backstage kulisszatitkok várhatóak a műsorban. A történetek során természetesen gyakran megjelenik a család összetartója, Bangó Margit, aki egyébként Emilio nagyanyúsa. A rengeteg zenével és sztárvendéggel tarkított reality show-t január 29-től minden hétköznap este láthatják nézőink a Magyar Sláger TV-n. Az induló műsorról Emiliót és feleségét kérdeztük, Tinát. A slágerhíradó mai vendégei Emilio és Tina, mert egy óriási produkcióval készültök, ugye indul a valóságshowtok, az Emilio Familia, vagy javítsatok ki, hogyha nem tudom pontosan a címét. A Drága családom, az Emilio Familia, úgyhogy szeretettel köszöntünk mindenkit. Úgyhogy igen, hát hamarosan én azt gondolom, hogy a Sláger TV nézői is a családunknak a részeseivé válhatnak egy picikét. Tudd meg a szerelem, a szenvedék, perzsel, mire számíthatnak a nézők, mert nyilván valami hatalmas nagy robbanás lesz az első adásban is már, ahogy azt tőletek megszokhattuk. Hát móka, kacagás, tényleg hát hatalmas műsorokat csinálunk, tényleg hát egyszerűen, hogy mondjam neked, ha már mi elájulunk a nevetés sem magunktól, akkor a nézők azok fetrengeni fognak. Szóval várlak benneteket sok szeretettel a Drága családommal, úgyhogy fantasztikus műsorok lesznek. De hát nyilvánvalóan, hogy a nyitóadásba azért mi is egy nagy robbanással készülünk, hát nem mással, mint köztudott, hogy ugye mindannyian elköltöztünk. Elköltöztünk mi is az új házunkba, és elköltözött mama is. És hát most a mamának egy házavató kis partiával fogunk indulni. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz nézni, mert hát azért tőlünk olyan dolgok, amik egy kicsit szokatlanok, azok is előfordulhatnak, és hát azért szerintem hozzuk azt a bolondolaszos családot, úgyhogy szerintem nem, nálunk egy készülődés sem működik simán, hát akkor nem, hogy egy ilyen dologra amúgy, való készülődés. Amúgy összevesztem a Mayweatherrel, mert azt mondta, hogy, ja, hogy nagyobb sót csinálunk, mint ő az O'Connorra vagy a Connorra, szóval itt tényleg egy világszenzáció lesz. Mama is szerepelni fog, tehát az állandó szereplő között ő is ott lesz, meg gondolom a gyerkőcök is, ugye, hogyha jól gondolom. Mamma nélkül nincs hát, műsor. Mama nélkül nincs mama, élet, mamma nélkül mama. Nincsen élet, ez így igaz. Mama is szereplője lesz, bár ő azért ritkábban fog felfeltűnni, hiszen azért de szerintem feltűnik, ő úgy van vele, hogy örül, ha már nem lát minket, mióta különböző. De drágám, amikor feltűnik ott tényleg. Hát ha feltűnik, akkor azért vigyázba állunk egy kicsit, valljuk be, mert hogyha nincs otthon a macska, akkor cincognak az egerek, de amikor a macska otthon van, akkor próbálunk úgy cincogni, hogy megkerüljük a mamát, de nyilvánvalóan, hogy azért ő is látható lesz. És ez, annyit szeretnék mondani, ez azért született meg ez a műsor, mert rengetegen akarnak, szeretnek minket, rengeteg levelet kaptam. Nagyon sokat. Úristen, úgyhogy mondták, hogy nagyon bíznak bennünk, és akkor a Tinával leültünk, megálmodtuk ezt a dolgot, és az álom valóra vált. Nem nem válsz, messze élsz, mással szállsz. Január 29-én, 21-kor, Sláger TV-n, Drága családom, az Emilia Familia, jövünk. Igen, sára, hol volt, hó vagyok, talán túl késő vagyok korán, de most minden perc száz év magán. A
Aki tehát kíváncsi Emilioi kalandjaira, az január 29-től minden hétköznap 20 óra 55 perctől lehet részese a Star Familia mozgalmas életének. Én most pedig elbúcsúzom, mert már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Én most elköszönök, de ne feledjük, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. Ha viszontlátásra!